Ezek a légi felvételek egy burgonyafajta kísérleti bemutatón készültek. A sorok között vannak sütni és főzni való fajták, de olyanok is, amikből gombócot vagy akár chipset a legideálisabb készíteni. A Nyíregyházán tartott burgonyafajta kísérleti bemutatót megelőző konferencián a szakemberek egyetértettek abban, hogy ideje frissíteni a régióban használt nemesítéseket. Vannak olyan burgonyafajták, amiket még ma is termelnek ebben a régióban is, amik 20-25 éves nemesítési időre tekintenek vissza. Ezek a fajták elöregednek. Új rezisztens fajtákat kell a piacra bevezetni, amelyiknek a célja az, hogy a háziasszonyoknak, illetve a felhasználóknak a munkáját könnyítsék abban a tekintetben, hogy ne legyenek mélyrügyei, jól használhatók legyenek, és nagyon fontos az is, hogy a megnevezésüket megismerjék. Bár a mezőgazdasági szakemberek szerint gazdaságosan lehet burgonyát termelni, az ültetvények nagysága mégis évről évre csökken az országban. Ennek egyik oka, hogy egyre kevesebben értenek az érzékeny és könnyen romló növényhez. Az ágazat fellendítése érdekében a rendezvényes stratégiai együttműködési megállapodást kötött a NÉBIH és az Országos Burgonya Szövetség Terméktanács. Magyarországon évről évre csökken a burgonya termőterületnek a nagysága, és azt is el lehet mondani, hogy nem csak a termőterület nagysága, egyáltalán a burgonya fogyasztás csökken Magyarországon. Nem divatos Magyarországon talán most már burgonyát fogyasztani, mások az étkezési szokások. És szeretnénk, hogyha ezzel a megállapodással egy kicsit ezzel a burgonya ágazatnak a jelenén, a jövőjén tudnánk lendíteni. Ez azt jelenti, szeretnénk, hogyha növekedne a burgonya előállító területe, több burgonyát fogyasztanának a magyar emberek, illetve ezen belül a burgonya természetterületen belül a burgonya vetőmag szaporításoknak a nagyságrendje is növekedjen. A rendezvényen Baracsi Endre azt mondta stábunknak, a megyei önkormányzat támogatja a versenyképes élelmiszerek termelését, ezért a szakmai rendezvények kiemelten fontosak az ágazatot érintő ismeretek megosztásához. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek a legnagyobb jelentőség az a tapasztalatcsere. A jó gyakorlatoknak az átadása, illetve azoknak a tapasztalatoknak a megosztása, amely segít áthidelni azokat a problémákat, amelyek a termesztés során előfordulhatnak, és ugye a burgonyánál is természetesen így van. És ezért gondoltuk azt, hogy mindenképpen úgymond igazából az erkölcsi támogatásunkkal szeretnénk hozzájárulni a rendezvényhez, mert a megyei önkormányzatnak is kiemelt célja a versenyképes élelmiszerek előállítása, és ennek szellemében alkottuk meg a stratégiánkat is, amelynek az egyik célja kifejezetten a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztése, és ebbe természetesen a burgonya ágazat is beletartozik. A konferencia után a résztvevők együtt nézték meg a fajta bemutatót. A közeli burgonyaföldön megismerhették azokat a típusokat, amelyeket a közeljövőben szeretnének elterjeszteni. A szervezők azt mondták, ideális esetben 4-5 féle különböző burgonyára lenne szükség a piacokon.